középiskolában az osztálytársakról kezdtem el az órák alatt verseket írni. Az egyik osztálytársnőm benevezett a diákírók, diákköltők találkozójára, ahová meghívtak, és ennek lett következménye, hogy aztán kezdtek megjelenni a verseim, és elkezdtünk zenélni, ott dalszövegeket írtam. Egyszer a 90-es évek elején egy volt gimis osztálytársam beállított hozzám éjjel fél 12-kor, azzal, hogy írsz még verseket? Mondtam, igen. Úgy hallottam, már ki lehet adni, Németországban élt, és letett az asztalra egy halom pénzt, és azt mondta, adast ki. És másnap fölhívtam Komjáti Tamás barátomat, hogy hát nézd, Tamás, itt egy halom pénz. Elment a Soponyai, azt mondta, adjuk ki. Mondta Tamás, adjuk ki, 1000 példányban. Mondtam, hogy szórakozol. Hát 300 példányban jelennek meg Kossuth-díjas írók, Komjáti nem engedett, kiadtuk. Elfogyott, és innen kezdtek megjelenni a köteteim, szépen sorba. Most már a 7. jelent meg éppen az ünnepi könyvhétre. Megismerkedtem sok mindenkivel ennek kapcsán. Amikor nem jelentem meg, akkor a szamizdat révén egy csomó akkor tiltott, vagy elhallgatott, vagy tűrt íróval. Aztán utána meg, ahogy kezdtem bekerülni az irodalmi vérkeringésbe, a régebbi és a mai irodalom résztvevőivel, Ézsdit, Bakát, Mészőt, a régebbiek közül, vagy Őrsi Pistát, a mostaniak közül, pedig hát szinte mindenkit, aki a mai irodalomban él és mozog és részt vesz. Aztán a 60 éves koromra fölvettek a Írószövetségbe, Szépírók Társaságába, Küldeményművészeti Társaságba, sőt még könyvet is írtak rólam. Úgyhogy bekerültem szép lassan az irodalmi vérkeringésbe. Bár nem veszek részt annyira, mint kéne, ahogy mondják, hogy jelen kell lenni, mert csak akkor tudnak rólad. De én mindig úgy gondoltam, hogy ami jó, a szexádból is jó. Ez persze nem mindig volt igaz. És hát most, ami már 6 éve tart, és talán a legbüszkébb lehetek rá, a Szekszárdi Magasiskola, Mésző Miklós Íróakadémia, aminek kapcsán nem csak városunk egyetlen Kossuth-díjas írójára hívjuk fel a figyelmet, hanem egy csomó kortárs írót, költőt, irodalmárt, kritikust hívhatunk meg, és ismertethetünk meg a várossal. És szerintem ránk is, a városra is, és a vendégekre is ráfér. Nekem mindig az abszurd, a visszás dolgok tetszettek. Szerintem sokkal jobban meg lehet mutatni a valóságot, hogyha a mellette egy kicsit kacagunk is.